Sziasztok, 12-esek, és üdvözlöm a YouTube felhasználókat. A mai alkalommal a Szovjetunió hidegháborús történetéről szeretnék beszélni. Ugye az eddigi feltöltéseimben a hidegháborúról egyfajta kronológiai gerincet és logikai összefüggéseket tártam fel ennek a 20. század második felének, de most innentől kezdve különböző nemzetállamokra bontva néznénk meg azt, hogy kit, milyen fokon és milyen mértékben érintett meg a hidegháború. Ez természetes, hogy a két legnagyobb hidegháborús fél, a Szovjetunió és az USA története egy kicsit ismétlésszerűen fonódik ehhez az egyetemes tengelyhez, mert hiszen ők alakították a hidegháborúnak a történéseit, de remélem, hogy azért tudok plusz dolgokat is mondani. Különösen, hogyha távolodunk el ettől az egyetemes tengelytől, és mondjuk egy világpolitikát kevésbé alakító Angliánál, Franciaországnál, vagy a két német államnál egy kicsit többet tudok majd mesélni. Jó, tehát Szovjetunió ugye említettem, hogy nagyon nehezen hordta ki a második világháborút, ugye óriási vesztesége volt a Szovjetuniónak, viszont fél Európa felett regnált, és óriási emberveszteségek árán természetesen nem azért tette ezt meg a Szovjetunió, hogy utána mindegyik közép-európai országtól egy meleg kézfogás és egy köszönömmel letudja a dolgokat, hanem azért, hogy ott saját arculatára alakítsa ezeket a közép-európai országokat. Így amikor 1947. februárjában, ugye a párizsi békében minden nagyhatalom ígéretet tesz arra, hogy az általa felszabadított országokból kivonulnak, ezt a Szovjetunió is megígérte, de természetesen nem volt ez a nyugat-európai ország, aki ennek valóban hitelt adott volna. Így tulajdonképpen a párizsi béke után egyrészt már a háború utolsó pillanatában megszerveződtek a szövetséges ellenőrző bizottságok. A szövetséges ellenőrző bizottság azt jelentette, hogy minden megszálló nagyhatalom Európa minden országában, ahol a németek betették a lábukat, ott létrejött ez a SZEB, Szövetséges Ellenőrző Bizottság, amelyek tulajdonképpen ellenőrizték, hogy a Németországtól felszabadított ország milyen módon indul el a nulláról. Na most egyértelmű, hogy a közép-kelet-európai országok, ahol a Szovjetunió felszabadítását élték meg és megszállását, ott a SZEB elnöke, illetve a bizottság tagjainak nagy része, azok szovjetek voltak. Az amerikaiak meg az angolok csak ilyen betekintésként jelentek meg ezekben a SZEB-ekben. Természetesen visszafelé is igaz, tehát a nyugat-európai országok SZEB-jeiben, pedig az amerikaiak meg az angolok töltötték be az elnöki pozíciót, meg a tagság nagy részét, oda a szovjetek csak betekintő funkcióval vettek részt. És ez azért fontos, mert a közép-kelet-európai országok újjáépítésének szinte a nulla szintjétől a Szovjetunió mindent ellenőrizhetett ezekben a közép-kelet-európai országokban. Úgy is mondhatnám, hogy például Magyarországról innentől kezdve a Szovjetunió lehet, hogy többet tud, mint magunk. Tehát ez egy óriási előny volt, hogy a SZEB-ben ilyen módon ellenőrizték a adott ország újjáépítését. Aztán 47. szeptemberében volt egy Kominform ülés, ahol a világkommunista informális szervezete összeült, és hát Sztálinnak itt volt egy elég komoly kirohanása Jugoszláviával szemben, ugyanis Jugoszlávia a II. Világháború alatt szinte magát szabadította fel, ugye Josip Broz Tito partizánjainak köszönhetően. Ott a harmadik ukrán front szinte csak asszisztált, végig rohant Jugoszlávián. És Tito úgy gondolta, hogy ezzel akkor jogot formált arra Jugoszlávia, hogy akkor saját maga irányítsa önmagát, szovjet megszállás nélkül és moszkvai bábáskodás nélkül. Ez viszont Sztálinnak baromira nem tetszett, hogy nem akart Jugoszlávia beállni a tömb országok közé, a sorba,
Így ezen a Cominform ülésen egy csúnya kirohanást hajtott végre Tito ellen, és Jugoszláviát a nyugat láncos kutyájának tekintve, tulajdonképpen hiába volt kommunista berendezkedési Jugoszlávia, a szovjet tömb, tehát ez a kommunista tömb kilökte magából Jugoszláviát, és Magyarország, Románia, Bulgária, tehát akikkel határos volt Jugoszlávia, ott egy komplett határőrizeti rendszert kellett kiépíteni. Tehát Jugoszláviát úgy tekintettük innentől kezdve, mint egy nyugati ellenség. Jó, és ugye ezután, a II. Világháború után egy érdekes ellentmondás történik a Szovjetunióban. Elindul egy fegyverzet csökkentés, hiszen a több mint 10 milliós vörös hadsereget le kellett szerelni egyfajta békeállományjá. Viszont párhuzamosan a Szovjetunióban rákapcsoltak a fegyverkezésre, főleg az atomtechnológiai kísérleteknek hogy mi hamarabb utolérjék az USA-t atomtechnológia szempontjából. Tehát itt egyszerre egy technológiai újítás történik, a hadászat, harcászat tekintetében, de ugyanakkor a tömeghadsereget egy béke időre szerelik le. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 5 millió főre, de ez még az is brutális. És ezután a Szovjetunió a késő sztálini időszakban egy kicsit befele fordul. Megmarad a militarista jellege a társadalomnak, tehát mindenhol uniformizáltság jelenik meg. A sztálini időszaknak van egy utolsó kirohanása, egy utolsó nagy koncepciós persorozat, az antiszemitizmus jegyében a zsidó orvosok ellen történik egy utolsó nagy álmokfutása Sztálinnak. Nagyon nem bízott az orvosokban, pláne a zsidó orvosokban. Így érdekes, hogy a II. Világháború után a világ szembesül a holokauszt tényével, ennek ellenére a Szovjetunióban reneszánszát éli az antiszemitizmus. Így nagyon érdekes, hogy amikor majd kárpótlásként a 40-es évek végén létrejöhet majd Izrael állama, egy órában beszélek majd a arab-zsidó konfliktusról is, tehát amikor létrejöhet Izrael állama, akkor érdekes, hogy nem annyira az Európában holokausztot túlélt zsidók jönnek nagyon nagy arányban Izraelben, hanem a Szovjetunióból menekülnek emberek, zsidó emberek a sztálini antiszemitizmus jegyében. Tehát itt van egy ilyen álmokfutása még Sztálinnak, de az az igazság, hogy azért szépen lassan, ahogy öregszik Sztálin, és egyre figyelmetlenebbé válik, szépen lassan elkezd körülötte élénkülni a politikának az a másodvonalban érkező politikai garnitúrája, akik valamilyen módon túlélték a sztálini tisztogatásokat. Itt gondolok arra, hogy amikor, ugye van egy második hullám, ez a négyes fogat, Beria, Hruscsov, Malenkov meg Bulganyin, és akkor, amikor Sztálin majd 53 március 5-én meghal, akkor ott lesz ez a második hullám. Ott fognak osztozkodni, vitatkozni a hatalomban. Ekkora újból élénkül majd például Molotov, aki a külügyi népbiztos volt, ugye a nagy túlélő, vagy például Zsukov. Zsukovot a II. Világháború után Sztálin próbálta félreállítani, de hál' Istennek tisztársai kitartottak Zsukov mellett, és egy akkora hírnévre tetszett Zsukov, mint a szovjetek legismertebb tábornoka, hogy Sztálin nem merte megölni, ezért valahova Ázsiába, valamilyen belső katonai körletbe irányítja parancsnoknak, tehát félreállította, de nem ölte meg. Tehát itt most elkezd mozgolódni Sztálin halála környékén a élénkülni a belpolitika, és ahogy mondtam a egyetemes résznél, ebből először Beria ragadja magához a hatalmat Sztálin halála után. Ő volt a belügyi népbiztos, aki minden. Egy utolsó gazember volt Beria is, de mindenkiről tudott mindent, és bármennyire gazember is volt, és ugyanolyan tömeggyilkos, mint Sztálin, ő biztos, hogy enyhülést hozott, és hozott volna, ha Hruscsov nem pucsolja meg az ő hatalmát. Beria például abban a szempontból normális lett volna, hogy Titótól bocsánatot kért volna, az NDK-t elengedte volna, Magyarországon Nagy Imre
reformkörét támogatta, tehát biztos, hogy egy normálisabb figura lett volna, de amint elkezdődött a hatalom kiépítése, a nyár elején, ugye 53 nyarának elején Hruscsov átvette tőle a hatalmat, és Beria már meg se élte az év végét. Hruscsov alatt ugye elmondtam, hogy egy érdekes húzmegerezmeg politika veszi kezdetét, tele logikailag összeegyeztetetlenül elindult egy ilyen hol jópofizok a nyugattal, hol pedig szinte háborús helyzetbe kerülök vele. Ugye ilyen békés egymás mellett élést jelentő együttműködése volt, például ugye, amiket felsoroltam a osztrák államszerződés 55-ben, amikor elengedte Ausztriát, vagy 55-ben, 55 júliusában ugye ott volt a Genfi mosolyoffenzíva, 55-ben Canossát járt Titónál. Lemegy Belgrádba, agyon puszíja Titót, és bocsánatot kér, hogy a sztálini időszakban ennyire nélkülözött volt Jugoszlávia, és ez ugye azt jelentette, hogy a többi blokkországnak is meg kellett tenni ezt a bocsánatkérést Titó felé. Aztán 56-ban, ugye ott van a 56 februárjában a 20. pártkongresszusi beszéd, a Sztálin kritizáló beszéde, tehát voltak itt nagyon szép arca is ennek a hruscsovi vezetésnek, de természetesen keménykedések is voltak. Ugye 53-ban leverte a kelet-német felkelést, 56-ban ott van a pozdani felkelés leverése Lengyelországban, 56-os magyar forradalmat leveri, 50-es évek ugye az egy nagyon-nagyon komoly fegyverkezés a Szovjetunió részéről, ugye a világűrben zajló versengés is megtörténik, ugye a Sputnikot kilövik a világűrbe, Gagarin kint jár, mint első ember. Aztán a 60-as évek elején ugye ez tovább folytatódik, hogy felépül a berlini fal, majd 62. október novemberében ér el a csúcsára ez a feszültség helyzet, amikor a kubai rakétaválság bekövetkezett. Ezekről én mind-mind beszéltem az egyetemes résznél, azokat a feltöltéseket érdemes itt átnézni. És ugye Hruscsov, ugye a kubai rakétaválság után jön egy ilyen meginduló enyhülés, ebben még elkezdi Hruscsov ezt az enyhülő politikát, ugye a vörös telefon lefektetése, vagy a első atomsorompó egyezmény Kennedyvel megkötik, majd utána ugye megpucsolják Hruscsovnak a pártfőtitkári helyzetét is, és Leonid Brezsnyev kerül a pártfőtitkári székbe 64-től 82-ig. Ő is még a sztálini körhöz, poszt-sztálinista körhöz tartozik, tehát ott szívta magába a kommunizmust Brezsnyev, tehát egy régi motorosról van szó. És alapvetően ugye említettem, hogy itt mindenki egy kicsit befele fordul. Mind a Szovjetunió, mind az USA a maga problémájával van elfoglalva. Itt ugye ezt alátámasztja 68-ban ugye a Csehszlovákia próbál meg kilépni ebből a kommunista szocialista államok együttműködéséből, ami a brezsnyevi doktrina korlátozott szuverenitásához fog majd vezetni, vagyis ugye ezt nem engedi Brezsnyev, és a Varsói Szerződés országai leverik a prágai tavaszt. Aztán 70-es évek elején ugye ott volt a Kínával megromló kapcsolata, aminek a következménye majd ugye az lesz, hogy Kína is megnyílik a nyugat felé a pingpong politikának köszönhetően. Aztán Brezsnyev jár az USA-ban, és már benne is szerintem kezdett érlelődni az a gondolat, vagy legalábbis tanástalanul állt azelőtt a probléma előtt, hogy USA látogatása alatt meghökkent, hogy az Egyesült Államok körülbelül ugyanúgy 300 millió lakossal rendelkezik, mint a Szovjetunió, és az USA-ban 2-3 millió farmer probléma nélkül ellátja az Egyesült Államokat élelemmel, gabonával, míg ugyanez a Szovjetunióban 60-70 millió kolhozparaszt együttműködésével sem megy. Tehát itt már jelentkezhetnének tanúságtételek vagy következtetések. Egyébként hozzá kell tennem, hogy alatta
A mezőgazdaságért felelős felügyelő Mihály Gorbacsov lesz, akivel majd később találkozni fogunk. Tehát itt azért vannak elég komoly kritikák, amik elgondolkoztathatnák a brezsnyevi vezetést. Amikor is, ugye a 70-es évek közepén jön a kis hidegháború. Amikor ugye a Szovjetunió a nyers erőforrások, tehát a nyersanyag erőforrások, a kőolaj, földgáz extra profitjából újból fegyverkezésbe kezd, amivel megint behidegül a nemzetközi kapcsolatrendszer. 79-ben ugye bevonul Afganisztánba a Szovjetunió, majd ugye 82-ben meghal Brezsnyev. Utána jön egy rövid időre Andropov, 84-ig, majd 85-ig Csernyenko, és Csernyenko után jön Mihail Gorbacsov. Ugye őt már jeleztem, hogy itt azért a mezőgazdaságnak egy olyan területért volt felelős, vagy olyan területen tevékenykedett Gorbacsov, ahol azért a kritikai vélemény egy gondolkodó ember számára előjöhetne, hogy a rendszer működésével lehet, hogy nincsen minden rendben, de mivel ő egy nagyon fiatal ember volt, nem tartozott a régi genotokratákhoz, tehát nem tartozott a posztálinista eresztéshez, hanem egy új hullámot képviselt itt a Szovjetunióban, de kétségtelen volt egy megfelelési szándék a pártfőtitkári időszakának legelején. Egy kicsit keménykedve kezdett, hogy bebizonyítsa ott a pártnak, hogy ő erre is képes. Például hevesebbé válik 85-től az afganisztáni háború, megvédte Sztálint például, kritizálta a kínaiakat, kritizálta a nyugatot, majd egyszer csak megteszi első nyugat-európai útját. Ugye Angliában, ahogy említettem, a hidegháború esemény történeténél Margaret Thatchernél jár, a franciaországi François Mitterrandnál és az amerikai elnök Ronald Reagannél is, és mindegyik ők érzik, hogy Gorbacsov egy nyitott ember alapvetően, akivel lehet érvelni és lehet meggyőző erővel hatni, és olyan pozitív tapasztalatokat szerez Gorbacsov, hogy amikor visszatér a Szovjetunióba, akkor megindítja a perestrojkát, ugye az átalakítást, miután látja a súlyos problémákat a szovjet gazdaságban. Tehát valamilyen piaci orientáltságot kellene felvenni a Szovjetuniónak, a glasnostot, tehát a nyilvánosság bevonását, és van egy harmadik, az uskorénje, ez tulajdonképpen ezeknek az előbb említett reformoknak a felgyorsítása lenne. Ebbe viszont beletörik a Szovjetuniónak a bicskája. De mit jelentett ez a reformindítás? Ez a reformindítás, ez azt jelentette volna, hogy valóban piaci alapokra helyezte volna valamilyen szinten a Szovjetunió gazdaságát, engedélyezte a háztáji gazdálkodást a Szovjetunióban, megszüntette a cenzúrát, a sztálini rendszer kárvallottjait kárpótolta volna, átalakította volna a nehézipart, racionalizálta volna a nehézipar működését, hogy ne feleslegesen tankokat gyártsanak, mert azok valószínűleg valamilyen szovjet laktanyából ott fognak szétrosdásodni. Tehát valahogy ésszerűsíteni a gazdasági folyamatokat a nehézipar átalakításával, és végül ugye egy tárgyalás sorozaton keresztül, amit Kennedy készít, vagy Ronald Reagan készített elő 85-től 88-ig, a végeredménye az lesz, hogy 89-ben már idősebb George Bush-sal Máltán találkozik, és a már a szovjet rendszernek fenntarthatatlan közép-európai térséget elengedi Gorbacsov. Úgyhogy ez egy óriási enyhülést okoz a világpolitikában. Ugye említettem, hogy ezért béke Nobel-díjat kapott Gorbacsov. És mi lesz a következménye ennek a meginduló nagy reformoknak? A meginduló reformoknak az lesz a következménye, hogy óriási hiánygazdaság alakul ki a Szovjetunióban. Ha van is termelés, ami nagyon-nagyon minimális, az azt jelenti, hogy az egyszerű emberek a boltokba betérve konganak az ürességek a boltokban. Ami bevétel van, azt egy az egyben a hadsereg emészti fel. Minden bevételt. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hiába engedte el Közép-Kelet-Európát a Szovjetunió, a bomlást nem sikerül megállítani a Szovjetunió határánál.
beszivárog ez a válság, de ezt a beszivárgó válságot már nem Gorbacsov fogja majd kezelni, hanem átadja a stafétát 1990-től 91-ig az utolsó pártfőtitkárnak, Boris Jelcinnek, aki már igazából csak utolsó simításait tudja megtenni ennek a omladozó szovjet birodalomnak, és hát nem tud mit kezdeni ezzel a válsághelyzettel. Először a Szovjetunió átalakó független államok közösségévé, de szépen lassan elkezd leszakadni róla a különböző tagköztársaságok, és hát sajnos Boris Jelcin egyetlen dolog az, ami megmarad a világban, szerencsétlen Boris Jelcinnek ebben a hanyatló Szovjetunióban, hogy közbotrányai elsősorban az alkoholizmussal meg a vodka szeretete határozza meg. Tehát ebben az időszakban alig találni olyan világhíradót vagy fórumot, ahol ha a Szovjetunióról és Jelcinről van szó, akkor nem valamilyen illuminált állapotban mutatja a világ sajtó meg a világhíradó ezt a szerencsétlen embert. És végül 1991. decemberében ugye deklarálják a Szovjetunió széthullását, és innentől kezdve ugye Oroszország még így is hatalmas terület tud maradni, de a hiánygazdaság, a vadkapitalizmus, a szabadrablás az féktelenséget nyer az orosz területeken, és ő rengeteg tagköztársaság függetlenséget kap ugye Oroszországtól. Jó, hát nagyon röviden, ez egy kicsit olyan ismétlésszerű volt a Szovjetunióról, de hát hiszen a Szovjetunió alakította a hidegháborút másodmagával, úgyhogy nem sok plusz tudtam mondani, majd talán egy kicsit többet fogok mondani a következő órán az USA-ról. Jó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!